Nagyon sokféle helyen, sőt, veszélyesen szoktam olvasni, ugye gyakoriságra, a leggyakrabban az ágyban. De hát azért az ember néha szeretne olvasni, akkor is, amikor nem félkómás más állapotban van. Ezért állandóan olvasok az utcán, amikor csak tehetem. A legrosszabb, vagy a legjobb, az az Erzsébet téren történt, két évvel ezelőtt talán, ahol olyan elmélyülten olvastam, hogy nekimentem teljesen szemből egy nagy villanyoszlopnak pont az Erzsébet téri hatalmas kiülős kocsma közepénél, és legalább 300 ember nézett oda egyszerre, és ebből a 300 emberből legalább 150 a következő 5 percben is végig röhögött. Én is így tettem volna egyébként, de az annyira jól sikerült ez az akcióm, hogy egyrészt beütöttem a homlokomat, másrészt pedig úgy letérdeltem az oszlopot, hogy utána fél évig sántítottam. Úgyhogy mindenkit figyelmeztetnék az olvasás veszélyeire. tök fontos. Hát, ö, olyan szempontból például fiziológiás lett, hogy nem tudok elaludni, hogyha nem olvastam előtte. Tehát ez egy írtó fontos dolog, hogy van a, vannak a napközbeni jó, rossz, leginkább jó dolgok, amik ö, általában, hogyha elég intenzívek voltak, ugye nem hagynák aludni az embert, és akkor az alvás, egy tökéletes, az alvás előtt egy tökéletes átmenet, hogyha az ember átkattan egy könyvbe. Eleve ugye én nem tudom, hogy más emberek milyenek, amikor olvasnak, de én általában a Második, harmadik, negyedik, ötödik szónál, puf, belekerültem a könyvbe. És akkor megszűnik ugye a külvilág, ennek vannak a kellemetlen fizikai tünetei, és ha az ember neki megy valaminek, ezért nem érdemes mozgás közben olvasni. De ez azért is nagyon jó, mert ilyen módszerrel az embernek elég, ha mondjuk 10 percet olvas, és nap, egy nap vagy 15-öt. Hogyha teljesen átkerül oda, akkor ez már olyan, mint egy űrutazás, ugye, hogyha a stílusnál maradunk.